Köszöntelek benneteket a csatornámon. Örülök, hogy kiválasztottátok a videómat. Egy hétvégi szerelmi jóslás január 31-éig. Mielőtt kezdenék, szeretném felhívni a figyelmeteket a Valentin napi akcióra. Ebben benne van egy szerelmi kirakás és asztrológia, ahol összehasonlítom kettőtök horoszkópját az indiai számítás szerint. A díjam ennél az akciónál 5000 forint. Ebben benne van mindkettő. Most már megrendelhetitek, így megkapjátok február 14-éig. A másik, amit szeretnék megemlíteni, az a havi hírlap. Ez ingyenes, megrendelhetitek, ezt havonta megkapjátok automatikusan. Minden hónapban van egy téma, azon kívül egy asztrológiai előrejelzés, mi várható a következő hónapban. Bemutatom a havi angyalt, melyik angyal uralkodik a következő hónap felett, és minden kiadásnál van egy kedvezményes jóslás. És most megtekintjük ezt a hétvégi szerelmi jóslást. Ez a három kép mutatja, mi várható a pénteki napon. A felső kártyán láthatunk egy kulcsot, és az szimbolizálja a mi magabiztonságunkat, a mi magabiztos fellépésünket. Te ezzel a kulccsal le lehet zárni egy ajtót, valamit befejezni, utal zárkózottságra, vagy ezzel a kulccsal ki lehet nyitni egy új ajtót, ezek a lehetőségek, és utal nyitottságra. Miről van itt szó? Ezt mutatja ez a horgony. Egyrészt azt jelenti ez a horgony, hogy most az áll a középpontban, hogy megtaláljuk a helyünket az életben. Valahol lehorgonyozni, legyökerezni. De lehet a párotokról is szó, hogy ő keresi a helyét. A horgonynak van más jelentése is, utal a munkahelyre. És itt előfordulhat egy munkahelyi változás. Lehet, hogy nem a jelen pillanatban, hanem tavasszal, mert ez a virágcsokor a tavaszt szimbolizálja. De ez a virág jelent mást is. Egy kellemes meglepetést, vagy egy ajándékot, egy meghívást, ami a munkát illeti, az a kreatív munkára, vagy egy magánvállalkozásra utal. És most megtekintjük a szombati napot. Ez a hegy ott felül utalhat egy hegyvidékre. Alatta a gólyák, azok jelentik a változásokat, gyakran költözködést. És mellette ez a négy levelű lóher április hónapra utal. Ez a kombináció mutathatja azt, hogy áprilisban lesz egy költözés, és a környéken vannak dombok vagy hegyek. De más jelentése is van a kártyáknak. Ez a hegyvidék utal nehézségekre. Az utalhat arra, ami bennünket most nyomaszt, a gondolatokra. Én úgy gondolom, hogy ez összefüggésben áll ezzel a koronavírussal, ami majdnem mindenkit foglalkoztat. De lesz változás, erre utalnak a gólyák, mégpedig áprilistól, és az szerencsét hoz nekünk. Ami a szombati napot illeti, akkor gondolkozzunk el máson, ne azon, ami bennünket szomorúvá tesz, és lesz egy jó hír, valami kellemes vár rátok.
És most megtekintjük azt, mi történik vasárnap. Ez a ravasz róka az jelentheti azt, hogy ügyeljünk a gondolatainkra. Búcsúzzunk el ilyen gondolatoktól, mint például én ezt úgysem tudom megtenni, én ezt nem érdemeltem meg. De ez a ravasz róka jelenthet más személyeket is a környezetben, akik hazudnak, hamisak, legyünk óvatosak. Persze előfordulhat, hogy ez a ravasság nem nálatok van, hanem a ti lelki társatoknál. Ami alul látható a róka alatt, a halak azok jelentik a pénzügyi dolgokat. Ügyeljetek az anyagiakra, de az is lehet, hogy valaki őt szeretné anyagilag kihasználni és becsapja. Itt hamisságokról van szó. A halak jelképezik a belső értékeket, a lelki dolgokat is. És a hajó a halak mellett egy belső utat és a reményeket, hogy ez a hamisság véget ér. Persze ez a hajó jelenthet külföldi kapcsolatokat is, lehet internet kapcsolat, akkor ügyeljetek a pénzügyi dolgokra, nehogy valaki becsapjon benneteket. És ez volt a hétvégi szerelmi jóslásom. És ez volt a videóm, köszönöm figyelmeteket, viszont hallásra!